előd a Corvinus Egyetem rektora augusztus óta tölti be ezt a igen kedves számomra, szívemnek kedves pozíciót azért, mert már az összes hallgató tudja, hogy én oda jártam és szerettem, akkor még Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemnek hívták, aztán közgáz lett, és most Corvinus. Egy nagyon-nagyon szép karrier van mögötted. 20 évig éltél külföldön, fel nem tudom sorolni, hogy, hogy mi mindent csináltál, de nagyon-nagyon elegáns és jó helyeken dolgoztál, majd segíts, és te elmondtad. A kérdés az, hogy miért akartál, vagy miért lettél rektor? Uh -huh. Bennem mindig volt egy ilyen kicsit titkos terv, hogy én vissza fogok jönni Magyarországra, és ezen a térképen a Corvinus Egyetem is ott volt. Szóval én tanítottam a Corvinus Egyetemen, korábban is adtam órákat. Amikor voltak még, a, még az alapítványi kanyar előtt mini reformtervek és elképzelések, én megosztottam a tapasztalataimat, arról, hogy a, mondjuk a Princeton Egyetemen mit tanultam, ezekből a képzésekből mit lehet hasznosítani, de ezzel együtt, hogy, hogy én gondolkodtam abban, hogy majd valamikor visszatérek, egészen őszintén én még nem azt gondoltam, hogy ez most fog bekövetkezni. 5-10 évvel későbbre tettem volna. Azt gondoltam, hogy én szeretem a munkámat, én szeretem a kutatást, jegybankelnökökkel beszéltünk, nemzetközi bankszabályozást írtunk, Érdekes kérdésekről lehetett gondolkodni, emellett volt egy tudományos munka, a London School of Economics-on voltam, ott még vagyok is szerencsére, és ez egy nagyon jó intellektuális környezet volt, ami, ami nekem, nekem szimpatikus volt. De amikor érkezett a, a felkérés, úgyhogy ezekből a mini reform ötletekből érkezett a felkérés, mind a szenátus néhány tagja, mind a kuratórium részéről. És akkor én ekkor gondolkodtam el azon, hogy lehetnék -e rektor, lehetnék -e jó rektor, szükség van-e vagy nincs. És ennek a gondolkodásnak a vége az, hogy itt vagyok. Mert azt láttam, hogy a, a Corvinus Egyetem még volt egy nagyon sikeres megújulási programja a 80-as évek végén, ugye ez a reformé folyam, a reform folyama, csáki Csabáéknak a, 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 az, az egész áttekintés, az, az a programstruktúra, hogy van egy alapozó időszak, amikor még mindenki egyet tanul, utána vannak a specializációk, és ez egy, ez egy nagyon jól kialakított rendszer. Van, ennek abszolút a haszonélvezője voltam, De és ezt láttam, szóval hogy jó voltam. Én, hát egy spécs, mondtál, hogy kocka. Szüleid is matematikusok, nem? Az, az édesapám orvos, az édesanyám közgazdász, aki szintén a Korvinuson végzett, de még korábban. Akkor nem, nem matematikus, azt hittem. Nem, hogy... nem, de, a, de a matematika az, az közel áll hozzám, szóval ez, ez nem, egy, nem egy rossz megközelítés. Hát a kockából. Kockából. Így van, így van, egy, egy, egy kicsit. Kicsi, <hih> szerintem kell egy érzékenység, hogy az ember lássa a matematika szépségét. És a, az alapszak elvégzése után én pénzügy gazdaságpolitikát tanultam, és akkor utána egy CEUS kitérés után mentem el a Princeton Egyetemre megcsinálni a, a, a közgazdasági pénzügyi, nemzetközi pénzügyi doktori fokozatomat. Soros éjjté. ösztöndíjas is voltál? Soros ösztöndíjas nem voltam. Csak azért kérdezem, megbeszéltük, hogy nem politizálunk, <laughs> csak hogy valóban olyan szitok szó-e Soros? Én, én tanultam a, 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 a CEUN, a, a mesterszakos diplomát a CEUN szereztem, és én nem éreztem úgy, hogy ez bárkiben kérdéseket vetett volna föl. Amikor 20 év után te hazajöttél, politikától függetlenül tudtad, hogy belecsöppelsz a politika kellős közepébe? Azt... Azt tudtam, hogy nem tudom magam száz százalékig távol tartani a politikától, és ez, ez, ez nem a pluszok között volt, amikor fölírtam a, a pozíciónak a szerepét, de, de ugye ez mindez a feladatból következik. Szóval ez, egy, ez egy az ország legjobb gazdaság és társadalomtudományi egyeteme, itt van Budapesten, a Dunaparton, ráadásul még gyönyörű szép is. Szóval ez egy csomó elképzelésnek, akár politikai elképzelésnek is a háttere. Ezt, ezt értem. De hogy, amikor az ember egy feladatot vállal, ugye a feladat az, az, az nem csak pozitív dolgokból áll, hanem, hanem vannak, vannak ilyen kihívások is benne. És ami kihívás, és ez, ez ebből a szempontból egy kihívás volt, hogy nem tartom magam eh, politikus embernek, nem tartom magamat abban jónak, hogy politikai elképzelésekről beszéljek. Nyilvánvalóan az embernek politikai véleménye, nyilván a politika nagyon fontos, mert egy demokratikus társadalom, ugye a politikán keresztül eh, szintetizáljuk azt a a, azokat az érdekeket és azokat az elképzeléseket, amikkel a közös életünket elrendezünk. Szóval ez nagyon fontos. De ezzel együtt a, a politikai érdeklődés nem a, a, a pozitív ö, számomra. Ami a pozitív, is, ugye ez volt az első kérdés, az az, hogy az a reform, ami 30 évvel ezelőtt sikeres volt, az már bőven időszerű, sőt, túlhaladott ugye a csikánati lájéknak volt egy reformkísérlete, de ez nem tudott kifejlődni. Volt a, a bolonyai folyamatnak a bevezetés az nem volt teljes mértékben sikeres, mert a, 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 ugye a bolonyai BA, elképzeléssel keresztbe lett vágva az az alapozó képzés, amit mondjuk én kaptam a 90-es években. Ez azt jelenti, hogy sok diák nem kapott olyan mennyi, olyan mélységű módszertani képzést, matematika, statisztika, amit korábban megkapott volna, és mondjuk ahhoz szükséges, hogy, hogy egy mesterszakon sikeres legyen, hogy szakkollégiumokban ezt, ezt pótolták az ambiciózus de de magában az egyetemi képzésből ez, ez, kiesett a bolonyai reform bevezetése során. És most van egy olyan reform folyamat, amikor van egy nagy átalakulás, és ez egy borzasztó stresszes folyamat, szóval ez nem egy egyszerű dolog egy egyetemnek átalakulni, ahol autonóm professzorok vannak, és és ha ez az, ez az átalakulás nem sikeres, akkor nagyon sokat veszít az egyetem egészen. De ezt én... nem lehet minden két évben elindítani. 1980-ban végeztem, és az én évfolyam, de még akik fölöttem uh -huh. jártak, azok mind-mind a gazdaság élet vezetői lettek, a politikai élet vezetői lettek, tehát egy nagyon-nagyon komoly szaktekintély és szaggárda jött ki akkor az egyetemről. És te Kornai János temetted, én tanultam nálad. Uh -huh. Tehát én emlékszem arra, amikor a Magyarországról szinte ki volt tiltva, és meg nem lehetett tanítani, nem taníthatott, nem tanulhattuk, lopva jött az egyetemre, és még a csilláron is emberek fügtek, mert olyat hozott be, uh -huh. és olyat tanított, tehát valami ilyesmire gondolsz, hogy ezt a fajta rangot visszadni az egyetemnek, vagy talán folytatni, hogy valóban Magyarország, de akár a világ vezető gazdasági szakembereivé váljanak az egykori diákok? Igen, e erről van szó, és nem, nem vagyunk rosszak, szóval én nem azt akarom mondani, hogy, hogy rossz az egyetem. A, a, a diákjaink nyilván, akik tavaly végeztek, még nem kerültek a magyar gazdaság vagy a társadalom vezető pozícióba, ami egyébként normális. De hogyha visszanézünk mondjuk 15-20 évet, akkor nagyon jó helyen vannak a végzőseink. Szóval, ha megnézzük a, a kereseti lehetőségeinket, ugye a diplomátus pályakövető rendszerből egész pontos statisztikákat tudunk gyártani. Hogy arról, keres hogy... most egy frissen végzett közgazdász? Mi az átlagfizetés, De... ha mondjuk egy multicéghez megy? A, én, én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy mi a Corvinus Diplomának a hozzáadott értéke. Na, is jó, igen. És durván egy ilyen, 30 százalék egyharmaddal többet keres, mint más hasonló egyetemeknek a végzőse. Ha azt egy... Mondjuk ne hasonlítjuk ér, a tanárokéhoz is. De, azért hasonló. a szóval más gazdaságtudományi egyetem. Igen, igen, így igen, van. Igen, szóval igen. Azért, azért hasonló egyetem, hasonló szak. Nem, nem, lehet almát körtével összehasonlítani. És ebben a kategóriában egy 30-33 százalékos bérelőny, ugye az diszkontálva ilyen 100 millió forintos nagyságrendre jön ki. Ez emiatt érthető egyébként, hogy sok olyan diák, aki más egyetemen ingyenes állami képzésre lenni jogosult, mégis úgy dönt, hogy a Corvinuson fizetős, fizetős képzést vállal. Így van. De hát az azért az is necces, az én egyébként oda jár éves. Őt fölvették államilag uh -huh. támogatottra, de hát amit összetanul, hogy nehogy átcsusszon a fizetősbe, tehát nagyon-nagyon magas az átlag. És azt látom, hogy... De az cél is Gondolom. Szóval a cél ez az, is, az hogy minőségnek hogy a. Hogy, hogy igen, hogy le kell, Ez olyan, amikor igen. meg akarunk valamit tanulni, és az lehet zongorázás, lehet hegedülés, lehet autóvezetés, bármi. Bele kell tenni az időt. Igen, csak azt akartam és kérdezni. A is ilyen. Igen. Azt akartam kérdezni, hogy mi se voltunk egy nagyon hülye nemzedék. Uh -huh. De hát közel sem tanultunk annyit, amit a mai diákok. Tehát ez a kor követelménye, hogy ilyen írdatlan sokat kell tanulni, sokat kell tudni, és az ember 18 évesen elveszti a, a nagy gyerekkorát. Nincs élete szinte. Ez normális? Ö, én azt mondom, hogy azért, hogy a gyerekkorát ne veszíts el, de, de az egyetem jó alapesetben olyan, mint egy, egy, egy főállású munka. Az. Azt, azt, és az egy főállású. És hogyha ha annyit tanul egy és én ezt, ezt nézzük is, szóval ebből a szempontból én a én nem leszek most népszerű, de én azt mondom, hogy igen, én azt szeretném látni, hogy a diákok többet tanulnak, készségszinten megtanulják ezeket a, a, a tantárgyakat, mert azok, akikkel versenyezni fognak majd 22-23-25 évesen, a legtehetségesebbek, akik mondjuk elmentek egy nagyon jó nyugat-európai és Amerikai egyetemre, azok is ennyit tanulnak. Igen. És a magyar diák nem annyival okosabb a korvinus diák, mint a Princetoni diák. hogyha a Princetoni diák beleteszheti mondjuk 50 órát a tanulmányaiba, azt heti 10 órával ö, ö, meg lehetne előzni mondjuk a korinus. Szóval nem lehet. Szóval bele Elidézsz, kell tenni, a belekérni az Az a kategóriának, aki azt mondja, hogy nem érdekel, hogy mi az átlagom. Valahogy végigcsinálom az egyetemet, nincs jövője. Szerintem ez egy, ez egy nagyon komoly kérdés, ugye, hogy hogyan hogy hogyan találjuk meg a tehetséget, és hogyan definiáljuk a, 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 a tehetséget, és, és, és mi ennek a tehetségnek az útja előre. Én, én úgy látom, hogy hogyha valamilyen irányba elment az egyetem, az az volt, hogy nem volt, nem volt elég követelmény. Nekem tele van a postaládám olyan e-mailekkel, lány írta, nagyon okos, ugye maximális pontszámmal lehetett még korábban is bekerülni mondjuk a nemzetközi kapcsolatok szakra. És azt mondta, hogy én bekerültem ezzel, és a társaim is ilyenek voltak, és egy nagyon okos évfolyam volt, de úgy éreztem, hogy nem kaptam meg azt a terhelést, amire szükségem van, nem tanultam annyit, amennyi bennem volt. Szóval, amikor az ember elkezd egy egyetemet, akkor belép valamilyen kompetenciákkal, a képességeken, és ideális esetben ezeket a képességeket kihasználja, és elér egy olyan fejlődési szintre, ami benne, mint. Potenciál a tehetségében és a szorgalmában megvan. Most szerintem az is rendben van, hogyha valaki nem tanul, vagy nem szeretné ilyen sok időt befektetni, de abban az esetben lehet, hogy elvesztegeti az idejét az ország első számú egyetemén. Én nem vesztegettem el, mert újságíró. <gül> <gül> Olyan <közepben> Na, sem <laughs> el volt. De figyelj, de nekem kellett ez a diploma, kellett <laughs> a közgáz. A közgázon már tudtam, hogy újságíró <laughs> szeretnék lenni, meg rádiós, mert iszonyatosan jó csapat volt, meg társaság. Tehát nem tudom, hogy ez létezik-e még egyetemen. Abszolút van. Ez és a beszélésre a szakkollégiumokkal látod, hogy a, a szakkolégista Igen. diákok, én az összes szakkollégista diák meghívott egy előadásra, és az ember mindig gondolkozik, hogy hú, mit fognak kérdezni, és a diákok komolyan készültek. A kérdésekből tudtam, hogy legalább az a csapat így elolvasta négy-öt cikkemet, utána mentek, és tényleg beleásták magukat a témákba, amiről megkértek, hogy beszéljék. Szóval, de, de, de visszatérnék az alapontra, a be kell fektetnünk, vetni kell ahhoz, hogy aratni tudjunk. Ez így van. Ez így és van. Enélkül, enélkül nem fog menni, és azért sem fog menni, mert, mert nemzetközi verseny van. Szóval én nem tudnám jó lelkismerettel azt mondani a korvinusos gyáknak, hogy te nagyon okos vagy, és próbáld meg készülés nélkül ezeket megoldani, mert akkor nem lenne felkészülve arra, hogy azokkal a Nyugat-Európában, Észak-Amerikában tanult kollégákkal, vagy hát hasonló fiatalokkal föl tudja venni Ebben a versenyt. Igazad Ebben igazad van. Ebben Meg akartál? kell találni az arany középutat. Igen. Nyilván nem az a cél, és nem, nem az a cél, hogy magoltassuk a diákokat, és rosszul legyen, és, és, és lelkileg a padlón legyen a terheléstől. A, és ezért fontos az, hogy a diákokat úgy kell fölvenni, hogy akik, akik tehetségesek, meg szorgosak, akik szeretnék ezt ezt a terhelést, mert jól érzik magukat, nem akkor érzi jól magát, hogyha... És nem, ez nem azt jelenti, hogy magolni kell otthon egyedül, lehet, hogy egy... És nem az a cél, hogy frontálisan tanítsunk, az a cél, hogy, hogy gondolkozzunk együtt, értsük meg ezt a problémát, nem egy matematikában nem meg kell tanulni egy bizonyítást, Megérteni érteni kellett, kell, igen. és esetleg egy új tételt bebizonyítani. Na Miért ilyen. mentél te anna a közgázra? Én azért mentem a közgázra, és messze nem voltam olyan Ö, határozott, mint te, nem, ja. mint te. Nem, mint nem voltam. Én nem tudtam, mi akarok lenni. Én se tudtam. És én ott belecsöppentem, én annak köszönhetem. Így, és nekem azt tetszett a, a közgázon, hogy a, a, van az embernek egy három éve arra, hogy kitalálja, hogy mi szeretne lenni, és akkor utána majd lesz, nem tudom, vagy pénzügy, vagy számítel, vagy marketing, vagy elég sok fel el lehet mert elég, elég, elég sok ajtót kinyit. És nekem ez nagyon fontos volt 18 évesen, hogy nem tudom még, hogy mi érdekel. Azt biztosan nem tudtad, hogy orvos nem leszel. Azt tudtam, az az édesapám orvos volt, ö, egész orvos családból származom. Valahogy nem, szerintem a, nem, a családon nem jött át az, hogy az orvosi szakmának van szép, sokkal több jött át a nehézségekből. Milyen orvos az édesapád? Az édesapám belgyógyász. És, és sokkal inkább azt, azt éreztük, a, hogy, hogy mennyi lemondás van benne, Nekem így úgy tűnik, hogy nem lett, senki nem választotta az orvosi hivatást, de a történelem megbosszulja magát, mert a lányom most orvos szeretne lenni. Akkor ez Na, az csak folytatódik, ez a tradíció. Így van, így van. Szóval neked kinyitott sok-sok kis so, kapott az egyetem? Akkor még nem tudtam, hogy így működik mondjuk a, a, az amerikai liberal arts ö, oktatás hogy van egy négy éves oktatás, amikor a fiatal bekerül az egyetemre, nem dönti el, hogy pont tudja, hogy mi érdekli, és tudja, hogy melyik egyetem miben erős, úgyis általában a rangsor alapján dönt, de hogyha nem a rangsor, akkor a, a, az érdeklődési köre alapján dönt, de ott még változtathat. Lehet, hogy azt gondolja, hogy jogász lesz, de nem tudja, hogy mi a jogász, nem tudja, hogy mi a e mi, mi a befektetési bankár. Hát lehet, hogy látott egy tévésorozatot a befektetési bankárokról, az azért való élet teljesen máshogy néz ki, mint a tévésorozat. És lehet, hogy nem tudja, mi az akadémiai. És van egy időszak, amikor az ember így körülnéz, és nem a középiskolás barátai, nem a szülei döntik el, hogy mi lesz, hanem ő egy informál döntés hoz egy olyan intellektuális közegben, ahol nagyon sok mindenre már van rálátása. És ha emellett valaki befektetési bankár lesz a végén, mert ez azért egy népszerű választás, az nem baj, hogyha amellett tanult egy kis filozófiát, egy kis szociológiát, valami politológiát, matematikából tanult valamit, és akkor utána majd ő ezt összerakja, úgyhogy egy, egy egy pénzügyes szak lesz. De egy, de egy ilyen teljes ember képződik alatta. Na én ne, szóval ami nekem tetszett a közgázon 18 as azt egy kicsit viszont láttam, a Princeton Egyetemen. És az a vicces, hogy amikor visszajöttem a Corvinusra, akkor ugye azt láttam, hogy hosszú ideig volt egy pontosan ellentétes folyamat, amikor egyre korábban kellett specializálódni a diákoknak, azaz a, voltak olyan alapszakok, ahol valakinek már 18 évesen el kellett dönteni, hogy őt a, a marketing vagy a pénzügy érdekli. És az ugye nem helyes, mert nem tudja nem a diák, tudja. hogy mi, mi érdekli, mi az, milyen típusú emberek dolgoznak ott, hogy, ő, hogy introvertált, lehet, hogy saját magáról se tudja, hogy introvertált vagy extrovertált, de hogyha még saját magáról tudja, azt nem tudja, hogy bele fog-e illeni abba a közösségbe, hova ügyeksz. De milyen típus vagy? Én... Nyitott vagy, nagyon közvetlen szerintem. Most csak az első benyomásom. Uh -huh. Azt is el tudom képzelni, hogy mondtad, hogy mentél a kollégium, hogy tegeződsz esetleg a diákokkal. A diákokkal tegeződök. Igen, tehát Nekik az még az... nehézkes. Igen. Némelyik, de, de, de most már, már mondják, hogy szia. Szóval Én mondják, hogy szia. Igen, szia igen, igen. Igen, látod. Én alapvetően extra vagyok ehhez képest, viszont lehet, hogy nem volt egy annyira jó választás a phd de ez meg engem annyira vonzott ez a egy, elmenni egy jó amerikai egyetemre, kiváló professzorokkal beszélni, ez az, az egész intellektuális közeg. Én azt nem raktam össze fejben, hogy akkor pontosan milyen munkája lesz az embernek, hogy fogja ezt használni. Mennyi nekem, is. nekem önmagában ez egy nagyon nagy élmény volt. Ki fizette az egyetemedet? A, hát a Princeton Egyetemtől kaptam egy ösztöndíjat. Kaptál ösztöndiak? Kaptam ösztöndíjat, így van szóval. Én Tehát nem hál... a család nyújt bele a kasszába? Nem, 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 és én abszolút hálás vagyok. Hát képzeld el, hogy a, a, az első lányom Princetonban született, szóval még a PhD közben, és akkor a... Szóltak is a barátaim, hogy figyelj ide, van itt nekünk egy olyan ösztöndíjunk, amit, amit pályázzál meg, mert pont a te helyzetedre van. És még, még, még megpályáztuk, és arra is kaptunk, és akkor én azt megfogadtam, hogy én, ugye gyerekes apuka vagyok, és az egy, akkor még hát ugye csak mi egy más voltam, <gül> <gül> és, és én megfogadtam, hogy, hogy akkor én ezt így visszaadom. És amikor az első könyvemet írtók, akkor megbeszéltem a, a, szerzőkkel, hogy akkor ezt visszaadjuk, a, visszaadjuk a, ennek a ennek, az alapítványnak a, a bevételeket, meg én azóta se fogadok el ilyen gyerek dolgokért, soha senkitől semmi pénzt, ezeket mind elajánd, kimosom, de Hogy nekem annyi jó tapasztalatom van, én, én, nagyon, nyilván egy, egy ilyen érzékeny korban kerültem ki Amerikába, de nekem nagyon sok jó tapasztalatom van. Egy picit sem érezted magányosnak magad Amerikában? Nem. Hogy nem azt mondom, hogy úgy éreztem magam a Times square mint az oktogonon, de, de nem éreztem magam úgy, hogy, hogy ki vagyok szakítva. ugye valószínűleg elég fiatal voltam, még elég képlékeny, meg egy olyan nemzetközi társaságban voltam, ami nem volt, sosem volt az az érzésem, hogy kívülálló vagyok. Hogy voltunk 25-en a PhD programban, és akkor volt kettő francia, kettő német, volt egy orosz-lengyel lány. Volt, volt, kettő angol, volt, volt valaki ázsiai volt három vagy négy amerikai, szóval volt egy, ilyen, egy olyan mix volt, hogy nem éreztem úgy, hogy én, én kívülálló nem vagyok, én speciális meg magyar vagyok, hát nekem ilyen az akcentusom, nektek meg olyan az akcentusotok. Semmi akcentusod nincs egyébként, <laughs> hiszen után meg, megtartottad a szép ékes magyar beszédedet, nem romlottál el. Így, így de hogy, hogy, én nem éreztem jól, és utána sokat dolgoztam ugye, olyan nemzetközi környezetben, ahol, a, ahol, ahol, valamilyen szinten kisebbségben voltam mert ugye én voltam a, a, az egyetlen egyetlen magyar, magyar. Esetleg, a, esetleg a gulás, valaki azt rendelt az asztalnál, akkor még az volt, aki rend, de És ami érdekes volt, hogy, hogy nagyon jól lehetett kötődni és beszélgetni a többi közép-európaival. Mert amikor az ember elmegy Amerikába, akkor rájön arra, hogy amilyen vicceink vannak, ahogy hasonlunk dolgokhoz, mondjuk a szlovákokkal, szerbekkel, lengyelekkel, nagyon-nagyon egy húron pendülünk, és nem azért, mert ö, olyan sok közös dolgot csináltunk, mert akkor látjuk életünkben magunkat először, hanem hanem mégis van valami közösség. Egyébként még az Ausztriából is a az, az ország keleti részéből Igen. jobban értjük a vicceket. És ez, ez nekem ott, ott, ott vált ilyen élessé, hogy egy bizonyos távolságból nézve mi nagyon közel is vagyunk egymáshoz. Egyébként én nem szoktam senkitől semmit irigyelni egyedül ezt a világpolgárságot, ami már a te generációdnak megadatott, nekünk pedig még nem. Aztán biztos bátortalanok voltunk, hogy később elinduljunk. De hát ez egy csodálatos dolog, ahogy te így bejártad a, a világot, meg ahogy sok sok helyen dolgoztál, sok emberrel találkoztál. és és össze összejöttél, és összebarátkoztál, mennyire, mennyire vagy karrierista. Ezt, ezt most használják, ezt azt szót, régen, mi rossz értelemben, tehát volt -e uh -huh. ennek egy pejoratív megfelelője, értelmezésem, ma már egész máshogy használják, hogy jó értelemben vagy, vagy görcsösen ragaszkodsz, vagy bármikor bármit elengedsz, vigyázol a szabadságodra. Ha egy uh -huh. gyereked van, azért valami gondolatod a családfelek is kell, hogy legyen. Így van. Szóval, hogy ezt hogy, hogy, hogy hogy osztogatod? Ezt, ezt a, kezdjük a családdal, hogy szerintem a, az, az mindenkinek egy dilemma, hogy mennyi részt hagy a munkájának, és mennyi részt a családjának, és ebben, ebben valami józan kompromisszum Igen. kell, és egy józan belátás, hogy az ember mit bír. Mert valami saját magára is kell. És nekem voltak olyan döntéseim az életemben, amikor azt mondtam, hogy nem, ez, ez most így sok lenne. Nagyon érdekes a munka, nagy perspektívákat nyit meg, de, ne, de most nem vagyok ott, hogy ez érdekes lenne. Karrier, nem, nem, tudom, hogy, hogy hogy, definiálnád a karrier, de elmondom, hogy én hogy gondolkodom. Én úgy gondolkodom, hogy engem motiválnak a, a feladatok. Szóval nem, azért az nem véletlen, hogy a, én amikor Corvinusra jártam, akkor én évfolyam első voltam. Az, az nem csak véletlen, ha az ember nyilván szeret teljesíteni, meg van benne egy ambíció hogy valamit teljesítsen. Ugyanígy nem véletlenül eh, kerül ki az ember a Princeton Egyetemre, bár az véletlenül nem volt benne bőven, mm -hmm. hogy, 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 hogy kerül a, a, az ember ilyen munkahelyekre. De ami engem motivál, ugyanúgy, mint mi motivált a Princeton Egyetemre, hogy én, én szerettem volna ezt így megélni, hogy egy, ezt, ezt az élményt, és az, hogy igen, ja, ez kinyit kapukat, jó, de magát ezt az élményt meg kell élni mi motivál a korvinusz, és ez az első kérdés, amelyet mindig nem válaszoltam, mm -hmm. hogy miért jöttem Igen. ide, de majd eljutok, ha próbálom, hogy, mert van egy feladat, és engem a feladat motivál. És ez, 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 egy, ez egy fontos dolog, hogy, hogy az embernek látnia kell, hogy a, a nem, nem a pozícióért dolgozik. A pozíció az arról szól, hogy a feladatot meg tudja csinálni. Ha mondanék egy példát, hogy nekem nagyon kedves a nagyobbik fiammal nézzük most lelkiismeretesen a gyűrűk urát. A, és a, ugye a gyűrűk urában van ez a, ez a kép, amikor ugye a, a gyűrűt viszi a, a Frodo a hobbit, hogy nem az a cél, hogy használjad, és körülötte nagyon sokan használni akarják a gyűrűk, hanem az a feladat, hogy ezt a gyűrűt bele kell dobni, és el kell engedni, és utána vissza kell menni a megyébe. És ez, ez, ez nekem egy nagyon szimpatikus kép, mert... és egy önző személyesokból is nagyon fontos ez számomra ez a kép, mert szerintem nem lehet úgy a, az embert saját magát egy olyan pályára állítani, hogy egy pozícióval azonosítja magát. Az ember több is, meg kevesebb is, mint egy pozíció. Ha megpróbál állandóan a pozícióban lenni, akkor egy idő után nem tudja elengedni, még tíz évvel később is abban a pozícióban él, és az nem jó, az már nem a saját élet, az már nem ő. Szóval ahogy én gondolkodom, hogy én azt láttam, hogy van egy feladat, Végig kell vinni egy, egy, egy sikeres reformot, egy átalakítást, nagyon durván megfogalmazva egy rendes, jó, unalmas nyugat-európai észak-amerikai egyetem mintájára kell megszervezni a képzésünket, az előmeneteli rendszerünket, az egymás közti interakciót az egyetemen. Ez a feladat, erre szükség van, ezt most lehet megcsinálni. Ha visszagondolok az elmúlt 20 akárhány évre, nagyon-nagyon más lehetőség nem volt, és azért döntöttem úgy, hogy bár nekem lehet, hogy nem ez lenne az ideális időpont, de ezt most lehet megcsinálni, most van ez a kihívás. Ez az ajtó most van nyitva, ezen most de lehet bevenni. Az egy nagyon kedves gesztus volt, hogy meghívtad az egykori rektorokat, hogy üljetek le egy asztalhoz. Ezt nagyon kevesen teszik meg. És, és nekem ez, 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 ez valahol úgy, nekem ez valahol alap. Mert az egyetem az... A, az egyetem az, az, több annál, mint egy munkahely. Amikor az ember bekerül vezetőnek, akkor ugye nagyon gyakran úgy gondolja, hogy vele kezdődött a világ, mint vezető. És sokan ne, nem ezt gondolják pontosan, de nagyjából egy kicsit ebben ezt, ezt érzem. És, és, nekem nagyon fontos volt, hogy, hogy, beszéljünk azok, beszéljek azokkal, akik voltak ugyanebben. És nekem nagyon sokat segít, hogy a, egy aztán állítunk, a Csáki Csabával, a Csikán Attilával, a Mészáros Tamással, a, a, a Balánkai Tiborral, mert így mi együtt, és akkor ők mondták is azról, én nem tudtam, hogy ilyen még nem volt korábban. Nem bizony. És én meg is kérdeztem és... tőlük, hogy mit szólnak Takács előtt, és azt mondták, hogy jó fej. <gül> <Te> <gül> mert meg... Nem jó fejt nem akartam ide hívni, hogy beszélgessünk, ahhoz nem lett volna kedvem. Ez úgy megerősítette, igen. És a, de nekem ez fontos, mert, mert van egy történelmünk, és nyilván az ember nem ért egyet. Az összes Korábbi rektor összes döntésével. Mert emberek vagyunk, máshogy látjuk. De egyfelől meg érdemes és szerintem szükséges megadni a tiszteletet. Aki az egyetemért dolgozott, és ebbe azért bele kell tenni az órákat, annak adjuk meg a tiszteletet. Másfelől meg van egy kontinuitás, hogy mi ugyanazért dolgoztunk. Lehet, hogy más szempontból valaki innen nézte, valaki onnan nézte, valakinek ez volt az elképzelése. Hát meg azért, azt ne el, volna. hogy 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 itt a rektorok között, bár nem tudom, talán itt már, már nem, de voltak olyanok, akik végigcsinálták a, mondjuk a szocializmust említem én, és, és a azt a sakkozást, azt a, azt a játszóteret, hogy meddig mehetünk el, mi az, amit már tiltanak, mi az, amikor figyelnek, mikor a polvax még, nem tudom, voltál a -e mm -hmm. polvaxon, de hogy ott állt a, a, az összes besugó és figyelt, hogy mik hangzanak el, és ebben sakkozni egy rektornak, hogy hogy a diákok érdekeit képviselni, de hogy ne legyen gáz az egészből, tehát hogy, hogy micsoda feladatot láttak még el az oktatás mellett abban a rendszerben. De másoknak is voltak, hogy a, volt egy olyan időszak, amikor nagyon-nagyon alul volt finanszírozva. Az egyetem. És akkor az egy, az egy más típusú kihívás, volt nem jártak a liftek, Igen. mert nem volt rá pénz. És az egy más típusú kihívás, és minden kornak megvan a maga kihívása. És szerintem az, a, az az egészséges hozzáállás, hogy mi mindannyian szeretjük ezt az egyetemet, mindenkinek megvan a kihívása, mindenki próbál tenni érte, ebben együtt vagyunk. Ez egy olyan dolog, ami összeköt minket. És szerintem az, ezeket hogy... kell nézni, elnézést, hogy belevágtam a szavakat, hogy, hogy azokat a dolgokat nézzük szerintem, mert nagyon sok dolog van, ami Elválaszt minket, és nagyon sok dolog van, ami összeköt Igen. minket. De az az egészséges nézőpont, hogy azokat próbáljuk nézni inkább ami összeköt az, minket. Ez mint a párterápia. Egy házas pár <gül> <gül> az spár, ha elmegy, mit nézek a konfliktusokat, vagy mi az, ami összeköt. Ha akarok, válok, ha akarok, együtt maradok. De, de, de van, ez így van. élet, ez mindenhol És Ez így van a munkahelyen, ez minden így van az emberi van. baráti kapcsolatokban. Persze, tudok azonnal öt dolgot mondani, mert nem értünk egyet. Igen. Az nem nehéz. A, ne, a, a nehéz dolog az megtalálni azt, ami összeköt minket, ami, ami egy ilyen közös célt Biztosít számukra, vagy egy közös értékrendszert. Igen. És abból is van nagyon sok. És én, én ezért vagyok hálás, hogy voltam 20 évig külföldön, mert húsz év után visszajöttem Magyarországra, és néha azt mondom, hogy igen, igen borzasztóan nagy különbség van itt, de hogy igazából ti. Az Atlanti-óceán teljesen ugyanúgy gondolkodtak. <laughs> Amikor elvállaltad, hogy rektor leszel, azért otthon ezt meg kellett beszélni, hogy hogy legyen? Meg, abszolút meg kellett beszélni. Ez nem, nem, volt egy, nem volt egy könnyű döntés, és nem volt egy. Um, um, valamilyen szinten egy kicsit talán önző döntés is volt az én részemről, hogy most itt a, a, a szakmaiságot a, a család elé helyezem. Szóval Te ezen a, szinten, akkor... ezen a szinten egy önző döntés volt, de hogy ez, ezzel nekem szembesülnöm kell. Igen. Szóval ezt nem mondhatom, a, nem mondhatom azt, hogy, hogy ez nem volt ezen, legalábbis ezen a szinten. Lehet, hogy azon a szinten egy önzetlen döntés volt, hogy a nemzetközi karrierem szempontjából, a, vagy egy későbbi, nem tudom, nyugat-európai Más állás szempontjából vagy a más állás szempontjából én rosszul járok ide, de én visszajövök és segítek az egyetemnek, ebből a szempontból ez önzetlen. De abból a szempontból egy nagyon is önző döntés, hogy a, a családnak azt mondom, hogy ez nekem fontos. És nekem az nagyon nagy erő volt, hogy, hogy hogy ebben volt egy ilyen egyetértés, hogy ez lehet, hogy nem azon a szinten nem a lehető legjobb döntés, hogy én vittem el a gyerekeket úszni. Most azért nem én viszem el a gyerekeket úszni. Én egy csomó dolgot, amit tettem, azt az, az nem áll, nem tudom megtenni. De, de úgy éreztük, hogy ez viszont fontos nekem, hogy bennem van a, hogy bennem van ez a dal, ezt el kell énekelnem. Igen. És, és ez, 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 ezért nagyon hálás vagyok. Még egy búcsú kérdés, mert egyszerűen nem lehet ezt az alapítványi rendszert szólni, uh -huh. hagyni, mert az a Corvinus élen járta, hogy uh -huh. ő elsőként lett alapítványi egyetem. Jó ez bárkinek is, hogy alapítványi? Az, hogy mennyire jó vagy, mennyire nem jó, majd 5 vagy 10 év múlva látjuk meg. Amit Én elmondom, amit most látok, és elmondom, ami eddig történt. Amit számunkra lehetőséget adott, az az, hogy elindultunk egy mennyiségi szemléletből, egy minőségi szemléletbe. Magasak a pontszámok, ahogy mondtad. Panaszkodnak a diákok, sokat kell tanulni. Szerintem ez egy jó irány, hogy hogy, hogy tanulnak. Ha megnézed a legmagasabb besorolású nemzetközi tudományos cikkeket, a Q1-es cikkeket, a modellváltás óta több mint háromszorosára nőtt a számuk. Szóval, hogy, hogy vannak, vannak olyan eredmények, vannak olyan mozgások, De ez amik nem működnek. az alapítványnak köszönhető. Ez, ez a, az a dolgozó, az, itt, itt igen, az egyetem igen, igen. kutatóinak és az igen, oktatóinak igen, köszönhető. Igen. De minden az egyetem oktatóin és kutatóin múlik. Nyilván nem a, nem a nem az alapítványon, nem a kuratóriumon, nem a, nem, nem a rektoron, nem a... Felsővezetésen, hanem az, az, az egyetemi szervezet, az, az itteni professzorokon múlik minden. Az a kérdés, hogy ők a, milyen lehetőségeket kapnak. És azt, azt is látni kell, hogy a magyar felsőoktatásban voltak korábban is problémák. szóval nem volt egy ideális világ, ahonnan elindultunk. És ugye erre kereste hosszú ideig. A, a, politika a választ, az alapítványi struktúra ilyen vagy olyan formában itt is vagy ott is feltűnt, és az, az azt a megoldást kerest, hogy hogyan lehet az, az egyetemeket átalakítani. Hogyan lehet az egyetemeket ö, átállítani egy másfajta működési mechanizmusba. Most ez elkezdődött, amit én látok és amit, amit, én képviselek, hogy, hogy ebben egy ilyen erős, ebben egy erős szakmai munkát teszünk bele. És ö, és ennek úgy látom, hogy, hogy, hogy már látszanak az, az eredményei, az eredményei és meg lesznek az eredményei. De ezt, ezt majd igazából 5-10 év múlva látjuk. Nem akarlak rossz helyzetbe hozni, mm -hmm. de a megjegyzésemet muszáj mm -hmm. megtenni, hogy lehet, hogy a Corvinusnál ez bejön, de mondjuk biztos végigkövetted a, az szf nek a sorsát, ott azért nagyon nagy zűrök lettek az alapítványi formában, tehát ott nagyon belenyúltak a, a belső rendbe, az, a, az önrendelkezésbe, a szabadságukba, tehát talán a közgázon vagy a korvinuszon ez egyszerűbben zajlott, mert, mert mindenki megmaradt a helyén, nem? Kivéve a rektor. Ö, talán ezért, talán, talán, talán lehet, hogy ugye nyilván minden átalakulás más. Lehet, hogy maga az átalakulás is más. Én úgy érzem, hogy más volt az átalakulás menete, nyilván nem ismerek minden részletet, de én arra gyanakszom, hogy, hogy más volt az átalakulás menete. Hát ott nagyon más volt az eszefén azért kérdezlek igen. téged, hogy nálatok ez egyszerűbben zajlott, tehát jött egy új rektor, jelen esetben te, és elvileg mindenki maradhatott, vagy ott is egy nagy pusztítás történt? Nem, a, a, nyilván a, a rektor helyettesi csapatban vannak változások. A nyilvánvaló, igen. Ö, Tanárok maradtak. De a tanárok professzorok maradtak, professzorok maradtak. maradtak. A, a, ami fontos, hogy mi minden azért szeretnénk nemzetközi esedni, szóval szeretnénk felvenni külföldi kollégákat. Hát, hogy mi, mi jön még be, az jó, a, csak hogy az alapja, a gyökerek megmaradtak, nem téptétek ki. Nem, nem. De viszont vala, a minőségi követelményeket viszont jönnek be a rendszerbe. És szerintem ez a fontos, hogy hogyan tudjuk megteremteni azokat úgy a minőségi, követelményrendszert, hogy úgy működjünk, mint egy nyugat-európai észak-amerikai egyetem, ahol a, egy, egy, oktató az nem csak oktat az egyetemen, hanem végez kutató tevékenységet. Ezt mennyire tudjuk közösen elfogadni, mennyire tudjuk közösen, és ez a nagy trükk, mennyire tudjuk közösen egymással szemben érvényesíteni azaz az mennyire tudja mondjuk egy, egy, egy professzori bizottság, a, egy, a mi úgy jövő, hogy Életpálya életpályabizottság, az angol százszilag, ez a tenure committee, aki dönt egy professzori kinevezésről, nem mindenki kapja meg a professzori kinevezést. Ezt hogyan tudod eldönteni? Mennyire tudod belülről azt mondani néha valakinek, hogy nem, te nem vagy erre a pozícióra, feladatra még kész? Vagy lehet, hogy az a humánus, hogy egy PhD hallgatónak megmondod, hogy nem, te nem vagy elég jó ahhoz, hogy tanítsál az egyetemen. És az egyetem egy önszerveződő világ, és az a kérdés, hogy ezt belülről hogyan tudod megoldani, de, a, de ez nem egy egyszerű dolog, mert ugye a saját kollégáidnak kellemet mondani. Igen. Ki a rangidős professzor nálatok? Melyik tanszék, hát... vagy... Szer ezt ezt így ja, nagyon nehéz hát, lenne ki... megmondani, mert hogyha most én most kiválasztok egy rangidős professzort, szóval. akkor egészen biztosan, nem, egészen biztosan, hogy kapok mm -hmm. tíz felháborodott levelet, ami azt mondja, hogy rangidős az. Milyen szempontból rangidős? Ja, igen, milyen funkciót látott el a korábban? Milyen egyetemi szolgálata van? Milyen tudományos tevékenysége van? Vannak olyan professzoraink, akik több mint 50 éve vannak az egyetemen, vezető tisztséget töltöttek be, akár a, akár a tetejéig, szóval ez, 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 jelen van a, ez jelen van az egyetlen. Tehát a szaktekintély ott van, erre gondoltam egyébként, hogy, hogy akiért az ember rajong, akire felnéz, akitől tanulhat, akinek érdemes az óráira biztosan Így, bejárni és ott de, lenni. De, de ezek nem csak, a, ezek nem csak a, az egyetemi tanári szinten vannak meg, szóval vannak nálunk év vagy fél év szemeszter tanárválasztás, amit a diákonkormányzat szervez, nyilván a diákok ezt megválasztják, a maguk, és lehet, hogy a vicces tanárt jobban értékelik, mint a szigorút, ez, ez mindig van. De amikor megnézzük, hogy mire, miben van hatása egy professzornak, akkor nem feltétlenül a nem csak az van, hogy minél idősebb, minél többet tapasztalt, van az, van az előadásban, mennyit tud átadni belőle, mennyire kapcsolódik az, amit tanít. Tényleg, te nem akartál az... volna tanítani? Én tanítottam Ta De nem, most. Most, most tanítottam, az előző fél évben, így van. Mi szóval tánítottál? nekem nem lenne kötelezettségem, a, ugye a rektor az az egyetlen akadémiai ember, akinek nem kell tanítani a, az egyetemet, de én, én mondom, hogy én mindenképpen szeretnék tanítani, olyan nincs, hogy nem tanítok. Ez a fiatalságodat megőrzi. <laughs> Ez me, meg fontos, meg, meg, meg ad egy kapcsolatot a, a hallgatókat. De de mondok egy egy példát, is, ugye ezt akartam mondani, hogy a hallgatók terhelése. Én, én, én fölöttem a hallgatóknak cikkeket olvasni hétről hétre és akkor utána, utána volt házi dolgozat belőle, és azt, azt figyelembe vettük a jegyeknél is. Mondj egy cikket például, miről szólt a cikk, mit kellett elolvasniuk? Ö, elmondom, az egyik, egyik sajátomat is feladtam, mert azt, azt ismerem jól. Mm -hmm. Az arról szólt, hogy a különböző devizanemeken keresztül is hat a monetáris politika a világban. Szóval mondok egy példát, van banki hitelezés a, mondjuk az Egyesült Királyságban, Maláiziában, ami dollárban van denominálva, azaz dollár eszközben nyújtanak ezek a bankok hiteleket. És mi azt mutattuk meg a, a Temesvári Judit társszerzővel, aki a Federal Reserve Boardnál dolgozik Washingtonban, mi azt mutattuk meg, hogy ezeknél a hiteleknél a, az Egyesült Államokbeli Federal Reserve-nek a kamatpolitikája hat, bár a sem a hitel adóbank, mert az az Egyesült Királyságban van, sem a hitel felvevő, mert az Malajziában van, nem kötődik az Egyesült Államokhoz. Az a tény, hogy a deviza nem már dollárban van, az azt jelenti, hogy ez a monetáris politika így itt is hat. Az az, amikor elképzelünk egy világtérképet, hogy hol hat a Federőzer monetáris politikája, és akkor mindenféle színes országok vannak. Ez együle. már nagyon szakma, tehát ezt egy laikus meg sem érti, amiről beszélsz, nem? Pedig a legegyszerűbben próbáltam elmondani. <laughs> ne, <én értettem> <laughs> Na, de hogy, hogy és ez egy, ez, egy, érdekes kérdés, akkor ennek van egy módszertana, annak a módszertannak van egy csomó trükkje, hogy ezt miért így kell csinálni, miért, miért milyen statisztikai módszertanoknak mi az előnye, mi a hátránya, van egy akadémiai módszertan, hogy ezt a kérdést milyen eszközökkel lehet vizsgálni, mert ennek van egy irodalma, ezt is lehet újítani, vagy ezt a módszertant, amit már egyébként használnak az ember, ezt lehet egy új témára alkalmazni. Na mindegy, hogy ez a lényeg, és akkor például ilyet tanítottam, óriási élmény, nagyon jók a hallgatók, és egy, én, én nagyon szeretek bemenni és órát tartani. És az volt, a, és beszélgettünk a kollégákkal, és többen mondtak, hogy hú, hát a, lehet, hogy tiltakozni fognak a diákok, mert hogy akkor itt sokat kérünk, és nem ez volt a visszajelzés hogy szerettek, szerettek, tanulni, és nem, csak, nem azért, nem, azért, mert nekem azt mondták, hanem amikor hát anonim, Látod rajtuk az nem, jelet, nekünk nem? vannak hallgató értékeléseink. Amikor anonim módon kitöltik, hogy azt mennyire gondolták, azt most mennyire, akkor az egy komoly és te visszajelzés. És Én 4,90, nem tudom mi. Ott hát, nem rossz. Ötből, az, a, az, a, az, az az egyetem tetején van a értékelések között. Pedig nem nem vagyok benne biztos, hogy én, a, én vagyok a legviccesebb előadó, de én úgy érzékeltem, és szerintem ez, ez, a, ez, az ez üzenet, a hogy vannak tehetséges hallgatók, akik, akik szeretnének tanulni, előbbre jutni, és nem úgy karrieristák, hogy pozíciót szeretnének, hanem szeretnék az eszüket használni. Jó, és, és nálad... nekünk, nekünk, nekik kell lehetőséget biztosítani. Nálad. ez az a feladat. Az is biztos sokat számított, hogy azt a nemzetközi tapasztalatot be tudod nekik hozni. Tehát ebben a korban az ember még éhes arra, hogy mi van a világban, ahogy te is éhes voltál. Jó, és, jó esetben, után, igen, így és, van. és ott volt Ön egy ember. később is. Igen, igen, aki behozta azt, ahova majd egyszer talán eljuthat. Szerintem ez egy fantasztikus dolog lehet így találkozni valakivel. Abszolút. Szerintem ez, nyilván ez is, ez is, része volt, hogy, hogy amiről beszéltem, azokról eh, tudtam hitelesen igen, beszélni. Igen, én is, hogy, hogy nem, nem csak egy, 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 tananyag volt, hanem eh, részt azokon a beszélgetéseken, ahol mondjuk központi bankvezetők ilyen kérdésekről. Még hosszasan kérdezni, de sietsz, azt mondtad, és fél év egyeztettük ezt a beszélgetést, és valóban nagyon és így is túllőttünk egy kicsit az időn. Remélem azért odaérsz Takács előttnek a, a Corvinus rektorának. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és sok sikert neked a jövőhöz. Köszönöm szépen. Én, Én köszönöm. köszönöm. Viszlát, szia! Szia!